Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözöllek benneteket, engem Horváth Henriettnek hívnak. Határozottan nem hozzám szólt a meghívás, hanem a férjemhez, és be fogunk egy kicsit mutatni nektek egy élettörténetet, amivel el fogjátok tudni fogadni azt, hogy miért pont most, és miért pont én, és mennyire vágytam rá, hogy eljöhessek hozzátok. A meghívás körülbelül egy 9 hónappal ezelőtt történt, nagyon kedves barátunk, ismerősünk, társunktól, Pároci Jutkától, akit én soha nem ismertem, egyetlen egy telefonon keresztül szövődött közöttünk egy hatalmas barátság. Soha ilyen kedves, aranyos emberrel nem találkoztam, aki bármely pillanatban, amikor felvette a telefonomat, bármilyen problémája volt, csak egy édes, pozitív erőt küldött egy olyan helyzetbe, amit most meg fogtok érteni. Ha azt kérdeznétek, hogy én honnan jöttem, akkor alapjában mivel azt kell, hogy mondjam, hogy zalai lány voltam, mindig is, viszont eljött a világban az a negatív hozzáállása az életünkhöz, amikor elmentünk világgá. Mi 6 évvel ezelőtt úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon szeretünk magyaroknak lenni, nagyon-nagyon szeretjük a magyarságot, és a nagy magyarságot szeretjük. De úgy éreztük, hogy a lelkünket széttépi ez a sok negatív, érthetetlen energia. Fogunk azt kell tudni, hogy a férjem vadászpilóta volt, és érte őt egy olyan élmény, amit évek óta mindig elmesél nekem, amikor is felszállt, látott valamit, amikor leszállt, akkor elmondták neki, hogy nem látott semmit. És abban a pillanatban szerintem az ő élete nagyon megváltozott, hiszen azt mondták, hogy ő nem spirituális, ő csak egy katona, ő csak felszáll és leszáll. Viszont amikor hosszú távon, 18 évvel ezelőtt, mi amikor összeházasodtunk, és egyre több emberrel találkoztunk, akkor nagyon-nagyon spirituális, közvetlen barátságokat kötöttünk olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy Henny, jó vagy, de a férjed sokkal jobb. És én akkor ezt nem értettem. Arra használtuk, hogy akkor, amikor teljes tanácstalanságban voltunk az életünk egy problémájával kapcsolatban, akkor azt tudtam mondani, hogy én már 3 napja gondolkozom, hogy fekete vagy fehér, és erre a férjem azt szokta mondani, hogy nem tudod, hogy fehér. És akkor el kellett, hogy fogadjam, és nagyon fontosnak tartottam, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy spirituálisan elfogad majd gyógymódot, ha majd egyszer megbetegszik, de hát ő katona volt, ő erős, ő neki semmilyen problémája nincs. Nagyon sokáig így is volt, és kiköltöztünk Spanyolországba, ahol természetesen olyan emberekkel találkoztunk, akik Erdélyből jöttek, erdélyi magyarok, a legnagyobb barátság lett közöttünk, ők segítettek bennünket mindenben. De valahol mindig azt éreztük, hogy haza kell jönnünk az zalai dombsághoz, akkor nem értettem egyébként, hogy miért, és ma már tudom, hogy a Dalai Láma is azt mondja nekünk, hogy a sztupa körüli energiák, és az a rengeteg olyan energia, amit nem tudtunk megfogalmazni, hogy a gyógyulás miről szól. Az én férjem 2 évvel ezelőtt volt 60 éves, és azt kell róla tudnotok, én egyébként 48 leszek, azt kell tudni róla, hogy 60 éves koráig tulajdonképpen semmilyen egészségügyi problémája nem volt. Nagyon kíváncsi voltam rá, hiszen mi azért költöztünk Spanyolországba, azért az 5 alapelemért, amit tudtok, hogy mi a hosszú élet titka, ugye, hogy jót táplálkozunk, hogy rengeteg napfényen vagyunk, hogy mozgunk, tulajdonképpen jók az emberi kapcsolataink, és erkölcsös életet élünk. Tehát amikor este lefekszünk, akkor mindig tükörbe tudunk nézni. És amit én el szerettem volna nektek hozni, a spanyol életünkből az az, hogy az idős házaspárok 50, 60, 70, 80, 90 évesen a tengerparton férj, feleség kézen fogva sétálnak. Közben az én apukám már 49 évesen meghalt. Tehát igazából volt már egy íve az életemnek, amiben nagyon-nagyon figyeltem, hogyha eljön az az idő, akkor majd hogy cselekszem. Azt értettem, hogy akkor, amikor egy magyar ember bárhol a világban gyógyulni akar, azt mindig itthon kell megtenni. Mindig haza kell jönni meggyógyulni. Mert én rengeteg olyan embert ismertem, aki
szuper kórházakba, Spanyolországba, szuper kórházakba halt meg. De amikor a férjem 60 éves lett, akkor elkapott egy nagyon-nagyon furcsa érzés. Ez ugye a pandémia idejét megelőző akkori időszakban volt, ahol két dolgot vettem észre. Hogy a gyógyítóknak a szerepe nagyon-nagyon felerősödött, viszont nagyon-nagyon komoly spirituális nyomás volt rajtuk, nem bírták el azt a sok beteg embert, és nagyon sokat elvesztettünk, tudjátok, abban az időszakban, amikor nagyon-nagyon sok emberen segítettek, és akkor az önsegélyezés valamilyen lépését be kellett vezetnünk, hiszen segíts magadon, igaz? Tehát igazából nagyon kellett figyelnünk. Az első ilyen dolog egyébként az életünkben az az volt, hogy a pandémia idején megkaptuk azokat az instrukciókat, hogy ne oltass, lehetőleg ne kapd el a betegséget, és lelkileg maradj erős, kerüld el azt a negatív környezetet, csukd be a füledet. Képzeljétek el, ez nagyjából Spanyolországban ismeritek, hogy a legkomolyabb, a leghosszadalmasabb pandémia idejét én kint töltöttem, és meg kellett, hogy fogalmazzuk, hogy mik azok a dolgok, amivel mi védeni tudjuk magunkat, 2500 kilométerre itthonról, és erősnek kell lennünk, sőt, ezt az erőt valahogy sugároznunk kell, ha nem is fizikailag, de mindenképpen valamilyen oknál fogva, mondjuk telefonon, vagy bármilyen olyan eszközzel, amit amúgy annyira nem szeretünk. És akkor jött az életünkben ez a terahertz történet, amiről majd fogok nektek mesélni, de nem ez lesz ma a fő témám. Az volt igazából a lelkületünk, hogy az ember egy rezgés, azt a rezgést, amit elkezdünk eltárolni, és hosszú távon megőrzi az egészségünket, számtalan dolog teszi tönkre az étkezéstől, a rossz napfénytől, a mindenféle, amit ránk sugároznak, ez a kellemetlen sok rezgés, ami a világban van. Ez volt az első gondolat, amire azt gondoltam, hogy nekem szükségem lehet. És képzeljétek el, hogy évek múlva sajnos be kellett dobni a nagy ágyút, amikor is hazajöttünk, és éreztem egy eszméletlen, kellemetlen, valamilyen furcsa érzésem volt, és akkor a férjem mondja, hogy ő elmegy egy vizsgálatra, ahol most már így tudjátok, hogy nem bevonzottam, hanem tudtam, hogy valami nem stimmel, független attól, hogy senki nem látta rajtunk, és el kellett kezdenünk egy 10 centis daganatot csökkenteni. Hagyományos módon is, és alternatív módon is. És egyetlen egy dolog volt, amitől nem ijedtem meg, hogy volt a kezemben valami, amit elhittem, hogy ez jó lehet. És Istenem, mondom, a hitelességi szintem, amikor én erről marketing szinten beszéltem, mennyi embernek segítettem, de most milyen érzés lesz, amikor saját magunkon fogunk. És hát döbbenetes eredményeket értünk el, viszont egy valami nagyon hiányzott az életünkből, ugyanis azt tudtuk, hogy a táplálkozás, ez nem titok, ez egy vastagbéldaganat témaköre lesz, és mivel katona a férjem, ezért mi nem féltünk tőle, tehát diagnosztizálták, megbeszéltük, hogy végigcsináljuk a protokollt, viszont volt egy szakasza az életünknek, ahol tudtuk, hogy a táplálkozásunk nem a legjobb, már mindent elkövettek velünk kapcsolatban, és az immunrendszerünket tönkretettük, kerestük a megoldást, nagyon sok nagyon jó termékkel találkozott az ember, és használtuk is. De ha nagyon jól működött volna, akkor nem kellett volna eljutnunk idáig, tehát kereső fázisban voltunk, és életemben először el kellett, hogy fogadjam, hogy a közvetlen ismerettségi körünkben az összes beoltott, vagy vírustagadó oltott, nagyon gyors lefolyású, krónikus betegségekkel kezdett el nap mint nap küszködni, és nagyon gyorsan elvesztettük szív- és érrendszeri problémákban, illetve daganatokban az ismerőseinket. És fel kellett, hogy mérjük, hogy van egy immunrendszerünk, amit, ha hisszük, ha nem, azért a vakcinának köszönhetően, illetve ennek a bizonyos pandémiának köszönhetően teljesen átírt.
tulajdonképpen mindenünket. Ez egy olyan program, amire nem volt felkészülve a szervezetünk. Mert ugyanis, ugye évek alatt, hosszú évtizedek alatt voltak olyan betegségek, amit az elődeink legyőztek, lett egy jó immunrendszerük, és tudjátok, hogy azt mivel kaptuk mi ezt az immunrendszert az őseinktől? Soha nem gondoltam volna, és a hiba az én képezetemben is van. Képzeljétek el, hogy akkor, amikor megszülettünk, az első adandó alkalommal, azzal a bizonyos anyatej, előtejjel kapjuk meg az immunrendszerünket. És itt hívnám fel a figyelmeteket, amikor egy házi orvosnak a történetét hallgatott, hogy nagy büszkeséggel elmegy, és azt mondja, hogy 3 gyereket szülök, császármetszéssel. Ennél borzasztóbbat nem tudok elképzelni, mint amikor az anyateljes táplálás első X órájában azt a bizonyos kolosztrumot, előtejet nem kapja meg a szervezet, és elindul egy olyan folyamat, amit én azért tudok, mert sajnos én hasonló módon születtem. Én arra emlékszem, hogy amikor ovis voltam, és valami jó kis szendvicset kaptam, amin paprika volt, és én mindig lepöcköltem, akkor kaptam egy fülest az óvónénitől. Akkor a glutén-laktózérzékenységem, az autoimmunbetegségem már 4 évesen már igazából bekapcsolt, csak akkor ezt nem hívtuk autoimmunbetegségnek. Semmi más nem történt, mint bizonyosan ezt a bizonyos kolosztrumot nem kaptam meg. A csecsemő mirigy ideje alatt tulajdonképpen amíg működik, klasszul az összes olyan anyaggal, amivel szembesülünk, ami számunkra olyan behatoló, ami le kell küzdenünk, meg kell jegyezni ezt a bizonyos küzdelmet, hogy a végeredmény, ami megtörtént, azt eltárolja a szervezet, és ha később találkozunk ezzel a betegséggel, akkor onnantól mi védve vagyunk. Na most oké, de ha már ezt nem kaptad meg már a csecsemő mirigyed sem működik, és közben mondjuk elmúlsz már lassan 50, bár szerintem az egyik legszebb koronnal jön, mert annyi eszünk van, és annyi érzékelésünk, és szerintem mindenkinek 50 éves fejjel kéne születni, hogy ezt a sok mindent, amin végigmentünk, azt már ne kelljen újra csinálni, úgyhogy szerintem ez a legszebb kor innentől a legtudatosabb, amikor már el tudjuk dobni az anyagi javakat, és már csak a közösségért és a kicsién nagy megteremtéséért élünk. És igazából eljutunk odáig, hogy az 50 éven túliak, akik azt mondják, hogy a legszebb korukat kezdik élni, már biztos nem tudják pótolni ezt a bizonyos kolosztrumot, amit annak idején nekünk már csecsemőként fel kellett volna vennünk. És akkor, amikor mi Spanyolországban kint voltunk, nagyon aranyos barátaink Amerikából szereztek be olyan, nekem varázsdolognak tűnő szert, amiben a kolosztrumnak a visszapótolásáról volt szó, és azt mondták, hogy vegyétek be, nem lesz bajotok, amíg itt lesztek, meglátjátok, hogy az immunrendszeretek megerősödik. És majd figyeljétek, hogy történni fog egy nagy csoda, ez Spanyolországból fog indulni ez a rendszer, és majd elmesélhetitek mindenkinek, hogy azok az emberek, akik valaha elvesztették a jó immunitásukat, hogy van rá lehetőség mérhetően, hogy ez meg fog történni. Bevettük, elhittük, hazajöttünk, elfelejtettük volna. Ha nem történik meg az életünkben az a két csoda, hogy egy férj, aki várja azt a típusú csodát, hogy legyen újra immunrendszere, és egy Pálóczi Judit, aki újra felhívta a figyelmemet a legnehezebb pillanatban, holott bezártam a kapukat az elmúlt egy évben, arra koncentráltunk, hogy mi otthon igazából nem engedünk be, sajnos pozitívat se, de negatívat se, és egyetlen egy ember volt spirituálisan annyira közel hozzám, hogy felvettem a telefont, és akkor azt mondtam, hogy orvosilag valaki támaszta nekem alá, hogy ez működik. És akkor bizony végig kellett, hogy nézzem, és most elnézést kérek tőletek, hogy igazából nem orvosi előadásra készültünk, pontosan azért, mert én sem értettem volna meg, sőt a mai napig nem értem meg, amikor latinul egy klassz házi orvos elmeséli nekünk, hogy ez mi. És akkor igazából ezt a bizonyos kolosztrumot, ahogy vissza lehet pótolni, és évek óta a világ egyébként felhívta a figyelmünket, nem tudom, figyeltétek-e, hogy egyszer csak jön egy világjárvány. Itt vagyunk a kapujában.
meg fog változni az immunitásunk, meg fognak változni azok a bizonyos rezgéseink, meg fognak változni azok a gyógyszerezett, rosszul táplált, gyenge immunrendszerű embereknek már nem lesz megoldás, csak az, hogy ezt a bizonyos kolosztromot meg tudják adni az emberek szervezetének. Nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon régi kutatás volt ez, ez még a TBC idejében történt, amikor szerették volna a TBC-seket meggyógyítani, és az volt az alapötlet, hogy az az ember, aki már egyszer meggyógyult, annak az emlékező információját átjuttassák, akkor még fehérvérsejtel tulajdonképpen emberről emberre, majd rájöttek, hogy a kutatások igazából ezt a bizonyos kolosztrumból kivont, egyébként nem kell megijedni ettől a dologtól, mert ezek csak információk lesznek, tehát ez mindenféle tojás, illetve tojás sárgájából kivont, és tehintejből, az első előtejből kivont információ lesz. Mindenki, aki tojásra vagy esetleg tejre allergiás, nem, itt csak az információról van szó, a kolosztrumot be tudja jutatni a szervezetbe, és ez lesz az a bizonyos vívőanyag, ami innentől beindítja a szervezetet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha az első előtejként az immunrendszerünk elkezdene emlékezni. Ennek a folyamatnak az a része, hogy valamit megismer a szervezet, egy bizonyos reakciót fog adni rá, majd a reakcióból eltárol egy olyan információt, amit onnantól te már élethosszig fogsz tudni tárolni, és nem betegszel meg. Erre nagyon érdekes három termék épült fel, és ami nagyon fontos, hogy soha nem volt olyan, hogy orvosi tanúsítványként orvosokkal alátámasztott, valóban kórházi kezelésekben az oroszok felhasználják, onkológiai eseteknél, daganatos betegségnél adják, mint gyógyszer, illetve az amerikai gyógyszerkönyvben mindenképpen ajánlási listán van sok-sok éve. Ami nagyon érdekes, hogy a leges-legelső alkalommal ez a bizonyos kivont kolosztrum két olyan nagyon szétválasztható területen is jól működött, mint az állatgyógyászatban, hiszen tudjátok, akiknek cicája, kutyája, az utóbbi időben nagyon sok esetben a fajtiszta kutyusoknál ez a rengeteg daganatos betegség, ezek végtelen gyulladások és fájdalmak, és biztosan tudjátok, hogy mennyivel többször járunk most állatorvosokhoz. Ezeknek a kis állatoknak ugyanilyen problémájuk van az immunrendszerrel, és egyszerűen nem találtak megoldást arra, hogy ezek a kis állatok hogy gyógyuljanak meg, és az egyik, ami nagyon érdekes az állatgyógyászatban, nagyon jól működtethető, illetve ezt már csecsemőknek is adhatjuk, ezt a bizonyos alapterméket, ez pedig azért érdekes, mert ugye azok az emberek, akik táplálékallergiába, autoimmun betegségben szenvednek. Tudom, semmilyen megoldás nincs arra, ha az ember egy alternatív megoldással nem kezdi visszapótolni ezt a bizonyos hiányos immunrendszert. És itt most felhívnám a figyelmeteket, hogy sajnos, amikor az ember 48 évig küzd egy ilyen betegséggel, és például ételintolerancia vizsgálatra megy, és egy adott pillanatban 10 dolgot, 20 dolgot azt mondják, hogy felejtsünk el, mert éppen arra vagyunk allergiásak, jövő héten másra leszünk. Annyira mérhető egyébként egy gyalázatosan rossz immunrendszernél, hogy leülsz egy gyapjú garnitúrára, 3 perccel azelőtt még nem voltál a gyapjú allergiás, biztos, hogy az leszel. Nem fog működni az a tévhit, hogy fogjuk magunkat, és alapjában véve ezeket a dolgokat elhagyjuk, hiszen a szervezetünknek szüksége van tejre is, tojásra is. Mondjuk, aki azt mondja, hogy nem eszik húst, én ezt is megértem, de valahol én azt gondolom, hogy az emberi szervezet meg van alkotva, a fogazataink alapján tudjuk, hogy mit kell lennünk, és mindenki érzi is, hogy mit szeretne enni. És nagyon fontosnak tartom, hogy egy működő immunrendszer nélkül, ugyanis Miklós is nagyon-nagyon jól megfogalmazta, hogy az immunrendszerünk egyébként a beleinkben a 80%-ot töltik be, és nem mindegy, hogy ebben az immunrendszerben a következő időszakban milyen táplálékokat kapunk. Az első alkalommal akkor kifejlesztették ezt a hagyományos szert, amivel nem tudunk ártani, tehát babáknak is, és a cicáknak is, állatoknak is. A következő egy
következő folyamatban ez a bizonyos transferfaktor, mert igazából így hívják ezt a vívőanyagot, ez egy olyan speciális anyag, és itt most már lett egy trifaktor, tehát itt már egy felerősített módon próbálták a szervezetet erősíteni. Itt egy nagyon fontos autoimmun működésre is hatalmas eredményeket értek el, ugyanis azt mondjuk, hogy erősíteni az immunrendszert. Ti gyógyítók nagyon-nagyon tudjátok, hogy sokszor lehet, hogy pont gyengíteni kéne, mert hogy az egyensúlyunkkal mi történik, valakinek felülműködik, valakinek alulműködik. Mi az egyetlen, ami egyensúlyba tudja hozni, ami fenn van, meg ami lenn van, az igazából az immunrendszerünk. És itt nagyon sok olyan betegségre találtak már gyógyírt, ami megnehezíti, főleg az idősebbekkel való viszont, amikor elkezdődik egy Alzheimer, egy szklerózis multiplex, egy nagyon komoly autoimmun betegség. Elkezdődik egy keringési zavar, és mondjuk egy daganatos betegség, akkor alapjában véve az immunrendszerünk, ha megkapja az információt, mérhetően egyébként, nagyon érdekes tanulmányokat fogtok, több mint 80 tanulmányt fogtok látni, körülbelül 2 napon belül érezhetően megindul az immunrendszer, a daganatos ülősejtek is, mert ugyanis vannak ezek az ülősejtek az életünkben, akik arra hivatottak, hogy ahogy a szervezetünk kap bármilyen terhelést, gombákat, bacillusokat, vírusokat, akkor ezek a természetes ölő sejtek, ezek bekapcsolnak és elkezdenek tevékenykedni. Na most itt lesz érdekes, ugye a pandémia alatt adott oltások megzavarták a szervezetet. Ezt a bizonyos információt, ezt nagyon-nagyon sokszor végighallgattam a doktornőtől egyébként, hogy megjött az a bizonyos információ, valakinek 2-szer, valakinek 3-szor, vagy talán még 4-szer is, hogy megérkezett az az apró vírus, aki soha nem bántott bennünket. És igazából a szervezetben lévő összes öregedéssel kapcsolatos olyan genetikai mutáció, ami eddig kiürült a szervezetből, azt a szervezet nem ismerte fel. Kapott egy olyan rossz programot, hogy egyszerűen elment a daganatos sejtek mellett. És erre mondják azt igazából, ugye az igazán komoly, őszinte orvosok, hogy megőrítette az immunrendszert ez a felesleges információ, nem ismerte fel a daganatos sejteket, és egyszerűen az azt követő fél éven belül bizonyos sejtburjánzások indultak el, mert megőrítette az immunrendszert ez a bizonyos információ túlreagálás, mert hogy mással foglalkozott a szervezetünk. És lett igazából egy harmadik, nagyon komoly, kombinált termék az elmúlt időszakban, ami attól lett érdekes, hogy igazából a legkomolyabban a rákgyógyításnál és a daganatos sejtburjánzásnál adott a leggyorsabb választ a szervezetre, olyan szinten, hogy 2 nap alatt 100%-ban ezek az ölősejtek bizonyos gombákkal és bizonyos gyógynövényekkel kombináltan elindítottak egy olyan folyamatot, hogy fantasztikus eredményeket értünk el. Mi ez az információ? Tulajdonképpen ti itt egy olyan dolgot kaptok meg a szervezetben, ezt a bizonyos transferfaktort, ami sejtazonos, majdnem olyan, mint egy liposzoma. Felismeri a test, hogy hol kell valamilyen karmesteri munkát elvégezni, mert lesz ott, ahol kell tennie, lesz ott, ahol nem. Tehát ezt a feladatot fogja ez a bizonyos transferfaktor ellátni. Viszont ha nagyon-nagyon ügyes gyógyítók vagytok, és látjátok a gyógynövények erejét, mivel ez a transferfaktor sejt azonos, abban a pillanatban, amikor egy gyógynövénnyel kombináltan ér el olyan területeket, amire szükségünk van, hatványozottabban fel fog erősödni a hatása. És fogok nektek mondani példákat, egyszerű lesz, mert a saját életemből sajnos mindig fogok tudni ilyet mondani. Induljunk a szemmel, szemproblémák. Ez a bizonyos For Life cég, aki igazából megvette a szabadalmat és gyártatja ezeket a termékeket, minden termékében ezt a bizonyos transferfaktort használja fel,
És ahogy az idő ugye telt, úgy jöttek az egyéb speciálisabb problémák, amire igazából rengeteg háttérinformációval rá tudtok majd kutatni. Nem tudom, mennyire ismerős nektek az a típusú betegség, hogy szembetegség, hogy keratokónusz. Ez egy végtelenül aljas kis betegség, mert a szemorvosok nagy százalékban nem ismerik fel. És mire oda jutsz, ez egy ilyen szaruhártya kiboltosulás, nincs rá megoldás, van lézeres kezelés, ha szerencséd van, elhúzod vele, de végtelenül rosszak az eredmények, és nincs olyan, ami igazából jól be tudna épülni. És azok az ismert gyógynövények, amik már működtek a világon, ezzel a bizonyos transferfaktorral, rengeteg olyan eset stagnálóvá vált, ahol már az utolsó lépcsők történnének. Természetesen keratokónuszos vagyok, tudom, hogy mennyire értékelem a szemgyógyszert ilyen, vagy a szemgyógynövényt ilyen szempontból, mert amikor nincs más választásod, akkor azt kell mondanod, hogy adsz neki egy esélyt. És el tudod mondani, hogy este a napfény, nem? Vagy amikor a holdfénybe vezetsz, vagy éppen olvasol, vagy teszel valamit, hogy mennyivel stabilabb mondjuk egy látás. Nagyon érdekes egyébként, hogy akkor, amikor az ember ma egy közösségbe megy, ti nem, mert egészséges emberek vagytok, mennyi köhögést hallatok, mennyi iszonyú, sipoló, nem múló, végtelenített, megmagyarázhatatlan, többszörösen visszatérő, egész családra rázúduló köhögési roham. Nálunk nagyon érdekes, mert Zalában már a házi orvosunk harmadik hónapja köhögött, amikor a közvetlen kis barátnőm már mondta neki, hogy figyelj, nem kell kifizetni, csak könyörögve kérlek, vedd be, mert nem merünk bemenni az orvosi rendelőbe. És vannak olyan szerek, amik nagyon gyorsan, tulajdonképpen két napon belül olyan eredményt fogtok látni, amit soha nem tapasztaltatok még. Mindig az lesz a lényege, hogy ezzel a bizonyos információval fogjátok tudni megkapni azt a plusz gyógynövényt vagy hatóanyagot, ami gyorsítja. Van egy nagyon érdekes, kettő órán belül mérhető termék, ami a legnagyobb influenzában, Covid-ban, a legrosszabb állapotunkat fordítja vissza 2 órán belül, erről is fogtok majd látni olyan tanulmányokat, ahol soha senki ilyet még nem tudott mutatni pontosan ennek a transferfaktornak megfelelően. Érdekes történet ugye, amikor az ember a szív- és érrendszeri problémákról és a stresszről beszél. Érdekes az, hogy ma már ugye a betegségeink utolsó fázisában ugye egyetlen egy dolog, ami az utolsó, az íre a pont, ugye a stressz. Mi az a stresszkezelés ma a világon nálunk? Ti ismertek olyat, amiben ha valamit abba hagytok, akkor az a szer továbbra is hatni fog, és megoldja mondjuk a felesleges szorongást, aggodalmat, és akármit az életetekben? Mert egy nagyon érdekes terméke van még a For Life-nak, ami szerintem a menedzser betegségeknél, a 40-50 közötti, egyébként az első olyanok, ahol az infarktusig eljutnak a fiatal menedzserek, az mindenképpen akkor kezdődik, amikor legyőzhetetlen stresszben kezdenek élni az emberek, már nem alszanak, nem úgy táplálkoznak, és erre is nagyon-nagyon speciális termékeket lehet igazából kapni. Aztán a cukorbetegség szerintem megint egy fő pontja a felborult immunrendszerünknek, hiszen minden onnan származik, tehát érdekes lehet egyébként egy olyan komplex kezelés is, hogy 1-2 hónapon belül, ha az ember vállalja azt, hogy az immunrendszerét helyrehozza, akkor meg tud változni egyébként a hasnyálmirigy működés is. Egyébként azt ajánlják, hogy alapvetően, amikor az immunrendszeredet helyre rakod, és ezt nem kell élethosszig szedni, a kolosztrumot sem kapjuk élethosszig. Körülbelül egy olyan kezelés, ami én azt gondolom, hogy egy valaha már egy kemó, egy sugár kezeléssel egy immunrendszert, amikor valaki már tönkretesz, egyetlen egy megoldása van, hogy felgyorsítja ezt el a bizonyos transferfaktorral. Ez körülbelül egy fél év szedése után mérhetően vadonatúj immunrendszert tud adni az embernek. Szív- és érrendszerre ma már fejlesztettek egy olyan terméket, hogy
majd orvosok mondják, nem én, hogy igazából olyan elhalt civizmokat kezd el tulajdonképpen dolgoztatni, aminek majd hogy nem esélye nincs, hogy újra meggyógyuljon az ember, és teljes életet éljem. Ez egy nagyon speciális termék, illetve a fogászatban én azt gondolom, hogy tel is tele vagyunk olyan ismerősökkel, akiknek nem gyógyuló, állandó, olyan fogproblémái vannak, amik nem indokoltak, amikor gennyes lesz egy fog, amikor elmegy, és ilyen végtelen történetek, és nagyon érdekes, amikor az ember egy olyan trifaktorral kombinált gyógynövénnyel kezd el fogat mosni, ahol már a gyógyulás nagyjából a száj nyálkahártyán elkezdődik, mert hogy szerintem ma már ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdése az életünknek, hogy biztos, hogy mindig jól mosunk fogat? Alapkérdés. És szerintem az, hogyha van egy ilyen termék, és el tudunk, csak apróságokkal el tudunk indulni, akkor az immunrendszerünk mindenképpen meghálálja. És ami még nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy novemberben indul egy olyan szépségprogramja a cégnek, ahol a valódi öregedés ellen fogunk fellépni. Ez azért érdekes, mert amikor az én anyukám Isten bizt 30 éves volt, akkor már elkezdtem mondani, hogy ő már milyen öreg. Na most azt képzeljétek el, hogy ezt 40 évesen még mennyi lapáttal tett rá, hogy mindig azt mondta, hogy lányom, nem tudom, mit csinálsz, de keresd meg, hogy lehet visszafiatalodni. Aztán jött az 50, azt már kezdte letagadni, 60-on összevesztünk, a 70-et nem ünnepelhettük meg, mert annyira mindig ezt hallottam, hogy mi az, amivel egy kicsit fiatalodhatnánk, és érkezni fog az a kombinált trifaktor, alapfaktor kapszula, illetve kozmetikumok, amik mérhetően a telomerek, tudjátok az mi, hogy ugye attól öregszünk, hogy ez egyre rövidebb. Ez állítólag nem csak, hogy nem rövidíti a telomereket, hanem meg tudja hosszabbítani, úgyhogy az egész világ lélegzett elállítóan várja azt, hogy ez a bizonyos transferfaktor ezzel a bizonyos kutatással, hölgyek, sok esetben milliókat vesz ki az emberek zsebéből, hogy minden héten valamit varatnak, és valami nem jó. Na most ez a termék ez olyan lesz igazából, amire az egész világ készül, és mindig azt tudom nektek mondani, hogy ez a bizonyos 80 tanúsítvány, és a orvosi alátámasztásokkal, mondom, kórházban is ez a bizonyos transferfaktor már elismert, és ennek a kombinációjával azt, hogy meg tudjuk állítani az öregedést, a lelkünk öregedését, és én azt hiszem, hogy ugye, hogy együtt van a szépség valahol az egészséggel, vagy az egészség a szépséggel, és milyen jó, amikor találkoztok egymással, és én Klárikát egyébként 18 éve ismerem, mi egy cégben kezdtük a munkánkat, és rá kellett jönnöm, hogy valamit nagyon jól csinál, mert hogy 18 éve így néz ki, tehát igazából a lelke biztosan olyan, amivel ő belülről építi a lelkét, viszont ha kapunk hozzá egy olyan terméket, amivel nem öregszünk, és egyébként nem tudom mennyire tudtátok, valahol a lelkünkben, a DNS-ünkben ez a típusú öregség nincs megírva, hogy meg kell öregednünk, csak elfogadtuk, hogy meg kell öregednünk. Nagyon érdekes egyébként a Stupánál, illetve ott a környékén lakik egy táj szerzetes, és azt mondta, hogy azért kell ide költözni, mert ő kapott egy információt, hogy itt kell lakni. És mondjuk eléggé fázik télen, viszont azokat az információkat, amiket nagyon jól megfogalmaztunk, hogy keletről kell hoznunk a dolgainkat, nagyon érdekes, mert beszélgettük azt, hogy a keleti bogyós gyümölcsök, mondjuk egy ilyen transferfaktorral kombináltam. Képzeljük el, hogy minden nap kéne ennünk mondjuk 10 kiló valamit. Arról nem beszélek, hogy lehetetlenség ma már olyan gyümölcsöt meg zöldséget tenni, amivel ne lenne problémánk.
meg nem biztos, hogy ki tudnánk fizetni a napi mondjuk 20 ezer forint gyümölcsöt, hogy jaj, de jó tettünk, meg képtelenek lennénk rá. És ez a tájszerzetes ez azóta, mióta itt él Magyarországon, és jó a szomszéd asszony a For Life. Most azt mondta, Istenem, már azon gondolkodtam, hogy vissza kell költöznöm, de nem kell. Mert hogy lesznek olyan átvívő anyagok, igazából a transferfaktorral és a kombinált gyógynövényekkel és mindenféle gyümölcsel, hogy alapjában véve megalapozzuk a jövőnkben azt, hogy meg is kapja a szervezetünk, nem öregszünk, és nagyon-nagyon boldogan a férjek a feleségekkel a spanyol tengerparton, ha nem is minden alkalommal kiköltözve, hanem csak kimennek és belemosolyognak a világba, akkor azt tudjuk mondani, hogy mi magyarok vagyunk annyira értelmesek, befogadóak, hogy mindennek ellenére, mert mi azért elég sok elemmel küszködünk, gyönyörű helyen lakunk, rengeteg dolgot kaptunk az élettől, de azért azt hiszem mindig meg is dolgoztunk. Úgyhogy én azt kívánom valahol magunknak, hogy ezeket az információkat halljuk meg. Egyébként Juditkától minden olyan információt meg fogtok tudni kapni, ami arról fog szólni, hogy maga a transferfaktornak az alaptermékét, ha az ember csak azt szedi, és ha megfogadjátok, hogy csak fél évig, csak azt az érzést megértitek, hogy lesz újra immunrendszerünk, bármivel kombinálva tökéletes. Azért szeretem ezeket a termékeket, a terahertzet is és a transferfaktort, mert ha van valami, amire esküdtök, hogy ti nagyon szeretitek kiemelten ezt a bizonyos terméket, vagy azt, vagy eddig ezzel éltetek, mindig egy kiemelkedő, egymással szinergiába működtető dolgot fogtok kapni. Tehát ha valami eddig működött, akkor az most 100-szor fog működni. És szerintem pontosan két olyan dolgot találtunk meg, ami mindig barátságban lesz a környezetével, és szokták kérdezni, hogy ezt miért így értékesítik az emberek, és én annyira boldog vagyok, hogy azt tudom mondani, hogy képzeljétek el, hogy ez az egyetlen olyan rendszer a világon, ahol valakinek mondjuk nincs pénze átmenetileg, mert bárki jön érte, tudjuk. Vagy az autószerelő, vagy a NAV, vagy valaki elviszi a pénzünket. De tudunk mondjuk a környezetünkben 3-4 embernek úgy segíteni, hogy közben gyógyul ő is, meg ajánlottuk is, és mindenkinek jó, nincs ennél jobb a világon, úgyhogy bármikor próbálom azt csinálni, hogy valami direkt értékesítésben mondjuk eladok, mindig úgy érzem, hogy de ő minden mondja tovább, hát ez olyan jó, úgyhogy szerintem ennek a, nem kell félni, hogy tulajdonképpen a szűk környezetünknek ajánljuk, mert van az a bizonyos csoda, amikor azt mondja az anyukád is, hogy én nem értem, hogy én miért nem vagyok beteg, körülöttem mindenki beteg. Például azért, mert a lánya mindig megveszi neki a transferfaktort, mert az összes szünetben, ami a hírek alatt van, az anyukám azt csinálja, hogy például van egy olyan hír, amire nem kíváncsi, abban a pillanatban bekapcsolja például az iTeraker készülékét. Reklámban iTeraker készülék. És egyszerűen azt mondom, hogy nem öregszik. Tehát azért nem öregszik, és azért azok a hatások, egy kicsit még erről beszélnénk, hogy miért vagyunk egy kicsit depressziósak. Nagyon érdekes, most olvastam egy könyvet, és valahol az alapsémáink, amik ugye a tudatalattiban bennünket valamilyen szinten gyengítenek, azok ugye arról szólnak, hogy hosszasan kapunk egy terhelő, olyan információt, ami stresszbe tart bennünket, igaz? És mi az a dolog, ami ki tud ebből billenteni bennünket? Mi az, amikor bementek valahol, és azt mondják nektek, hogy hú, de jó a rezgésetek. Jaj, de jó, hogy te jössz. Te jössz a fodrászatba, te jössz a kozmetikába, te jössz akárhova. Mert belülről van egy olyan felerősített kvázi immunrendszered, ami mindenféle stressz tulajdonképpen, te nem veszed észre, hogy ettől neked stresszeseknek kéne lenni. És a környezetet körülötted mit csinál? Elkezd veled együtt rezegni. És egy jó immunrendszerrel működő egyén mindig boldog, és mindig szép. És az a dolga, hogy elmegy a kicsién, elmeséli, hogy hallottam valamit, ha kell, nagyon szívesen orvosi segítséget is nyújtunk speciális problémákra. Szándékosan nem szerettem volna nektek azt mondani, hogy most mindenféle gyógynövényt fel fogok mondani latinul,
mert nem erről szól. Itt azt kell megértenetek, hogy van, létezik olyan, amikor a Noé bárkája ott volt, és valaki nem szállt föl, tudjátok, és amikor gyógynövény, amikor jön egy hatalmas nagy járvány, akkor mit szoktak mondani, hogy kimész a kertedbe, vagy a környezetedbe, és 30 kilométeres körzetbe, ott van az a gyógynövény, amihez kellett volna nyúlni, ha nyitott vagy. És végtelenül köszönöm nektek azt, hogy befogadtatok magatok közé, és nagyon remélem, hogy tudtam olyat mondani, ami hasznos volt. Én azt hiszem, hogy az a dolgunk, hogy azt a bizonyos változást, ami jön, és egyébként a változás lehet mindig jó, ha belőlünk indulunk ki, és megváltoztatjuk a környezetünket. Az a dolgunk, hogy ilyen dolgokról mesélünk, akinek kell, hogy meghallja, az akkor is meghallja, amikor nagyon szomorú, amikor úgy érzi, hogy nem veszi fel senkinek a telefon, de jön egy Pálóczi Judit, és azt mondja, hogy fú, rád gondoltam. És nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondolt, és én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Esetleg lehetnek olyan kérdéseitek, ami itt közben felmerült, mert szívesen válaszolok rá, de nagyjából ezt szerettem volna nektek egy kicsit az előszobáját igazából bemutatni annak, hogy milyen területre léptünk, és hogy mindenre lesz megoldás. Ha az immunrendszerünk jó, akkor minden jó. Nincs olyan akadály, amit ne tudnánk legyőzni. És azt hiszem, hogy az univerzum már kisugározta azt, hogy mi a megoldás, és mit kell pótolnunk, és állunk rendelkezésetekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük.